A római levél 16. részének 3., 4. és 5. verseit olvasom. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Szeretett testvéreim, Priszcilláról és Akvilláról tudunk, akiket Rómából kitiltott Claudius annak idején, és Korintusban telepedtek le, ugyanúgy csátorponyva készítők voltak, mint ami Pálnak a civil mestersége volt, és az Úr előre küldte őket Korintusba, hogy mire odaérkezik Pál, addigra legyen, akikkel kapcsolatot talál, meg akik gondoskodnak róla, meg beveszik a műhelyükbe, hogy ott fönn tudja tartani magát, és végezheti a szolgálatot. Egyébként is ez a derék házas pár nagy áldást jelentett a missziói mezőkön. Tudjuk azt is, hogy amikor Apollós a nagy és igen értékes szónok ott hirdette az igét, akkor ők észrevették, hogy segíteni kell neki, mert még nem ismeri igazi mélységében a Jézus Krisztusban való életet. És maguk mellé vették. És olyan érdekes volt, hogy ez a sokak által favorizált, vagy ünnepelt, vagy megbecsült ember volt olyan alázatos, hogy elfogadta az ő tanácsukat. No, itt van Akvilla és Priszcilla, újra Rómában, most már ugye visszamehettek, és azt mondja, hogy házuknál lévő gyülekezetet is köszöntjük, ugye munkatársaival együtt, vagy köszönti, és nagyon szépet mond róluk, hogy a fejüket kockáztatták az evangélium ügyéért. Igen, nagy dolog az, amikor valaki nem csak élvezni akarja az evangélium hasznát, hanem áldoz is. Időt, erőt kockáztat is, testvérért vállalja a támadásokat, a felelősséget, és hát figyeljük csak meg, hogy most milyen hívő vagyok, aki figyelem, hogy mit olvashatok el, mit hallgathatok meg, akkor hol van Bód is, hol van Iccés is, hol van Pocsa is, hol van ennek, hol van annak az ige hirdetése. És jó teszem, hogy tankolok, meg élek belőle, de mi az, amit az evangélium ügyért vállalok? Milyen missziókat támogatok? Anyagilag odaszánok-e gyülekezeti ügyekre, egyéb diakóniára, testvérek segítésére? Időmből mennyi megy arra, hogy Isten országa épüljön? Nagy, bocsánat, nagy ajándék, hogyha aktív hívő gyermeke vagyok az Úrnak. Nem csak fogyasztó, hanem akit ő felhasználhat az evangélium ügyében. Kit erre, kit arra. Mi figyeltük ezt a fasorban is, hogy bocsánat testvéreim, még nem vagyok teljesen egészséges, de holnap már
szeretnétek hallani az elhangzottakat, úgyhogy ezért így tudom fölvenni most. Fasorban ez volt a hármas lépcső, hogy hitre jussanak emberek, hitükben erősödjenek, és beálljanak a szolgálatba. Nagyon sok szolgálónk volt, és hatalmas ajándék, hogy úgy emlékezhetünk vissza, hogy testvérekkel szolgáló közösséget alkottunk Isten országáért. Ott a gyermek megőrzéstől kezdve a különböző szeretetvendégségek, szolgálati ágak, felnőtt konfirmáció melletti segítéstől a körzetlátogatásig, beteglátogatásokig, de hát volt vagy 40 szolgálati ág, amit fölírtunk, és mindenki megtalálta, akibe készség volt. És nagyon sok testvére emlékszem ilyen hálával és örömmel. Áldott legyen Isten, hogy mozgatja az övéit.